A fővárosi kerületek közül Budafok-Tétény volt az élen az első összesítések közzétételekkor a részvételi arányok tekintetében, és a nap folyamán végig az első között volt. A voksolás utáni este közel 100%-os feldolgozottságú adatok szerint a részvételi arány megközelítette a 44%-ot, és a nemek aránya meghaladta a 98%-ot a kerületben. Kassai Ferenc polgármester a szavazata leadásakor úgy fogalmazott: vannak pártok és pártérdekek, és vannak olyan kérdések, amikben csak nemzeti érdekek lehetnek. A mai népszavazás is ilyen, hiszen évtizedekre gyökeresen változtathatja meg hazánk jövőjét. Közel 5000 induló állt rajthoz az idei 31. futafokon. A kerület legnagyobb sportrendezvényén a legfiatalabb nevező alig töltötte be második életévét, a legidősebb pedig 75 éves volt. A hagyományos futó, görkorcsolya és váltószámok mellett a szervezők idén egy jótékonysági váltófutamot is indítottak kerületi cégek és vállalkozások számára. Az összegyűlt adományból a védőnői szolgálat oktató eszközöket vásárolhat. Egy évvel ezelőtt a hatalmas nyári viharban a szél ledöntötte az Árpád és Kereszt utca sarkán található Hóner keresztet, melyet Budafok-Tétény önkormányzata nemrégiben újjáépített. Ezt áldotta meg szeptember 28-án Sárhegyi Zoltán plébános. A Bartók tagovodában a Nemzeti Ovi Foci Ovi Sport programnak köszönhetően sikerült egy rendkívül jól használható, modern focipályát kialakítani az óvodások számára. A pályázati beruházás önrészét Budafok-Tétény önkormányzata biztosította. A Budafoki Hangverseny Esték sorozat idei első koncertjét a Budafoki Dokmányi Zenekar, Nemes László alapító karmester, Budafok-Tétény díszpolgára tiszteletére ajánlotta fel az ünnepelt 80. születésnapja alkalmából. Kerületünk zenei életének meghatározó személyisége, Nemes László címzetes igazgató és zenetanár fél évszázadon keresztül szerzett elévülhetetlen érdemeket Budafok-Tétény művészeti életének fellendítésében. A hangversenyt megelőzően Kassai Ferenc polgármester, Hollerun Gábor, a Budafoki Dokmányi Zenekar karmestere, valamint Zelinka Tamás, zenei ismeretterjesztő köszöntötte az ünnepeltet.